Hatan mondtak le eddig elnökségi tagságukról az új elnököt választó úszószövetségben, távozott a főtitkár és viszont maradt a szakmai alelnök. Áprilisban tehát elnökségi tisztújítás, közben pedig készülődés a vizes VB-re, a szervezésbe visszatett Gyárfás Tamással. Serényi Péter újságíró az előző érában dolgozott az úszóknál, hát most vele elemezzük a helyzetet. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm! Péter, te azt állítod, hogy az úszószövetségben óriási káosz van. Ez az elnökségi lemondás hullám jelezné ezt? Valószínűleg, és ezt a lemondás szót, ezt kicsit fenntartással fogadnám, mert várom a megerősítését annak, mert nincs semmiféle hivatalos információm, hogy ezek tényleg megtörténtek ezek a lemondások. Mármint úgy érted, hogy lemondások-e, vagy kivonulások, vagy kitették ezeket a szereplőket? Lehet, hogy úgy kellene fogalmazni, hogy lemondatások. Uh -huh. És valamilyen presszió arra, hogy távozzanak és helyet csináljanak új elnökségi dolgoknak. Na de akkor viszont nem biztos, hogy káosz van, hanem sokkal inkább valami őrségváltás, meg kurzusváltás zajlik ugye az ilyenkor jellemző személycserékkel, nem? Hát nem is az, hogy lemondások, vagy kurzusváltás, vagy ölségváltás. Az egyébként megmondom őszintén valahol természetes, hogy jön egy új elnök, és a saját embereivel akar dolgozni. Nem feltétlenül a régiekkel, nem az összes régi elnökségi taggal. Viszont az elnökségi tagoknak a mandátuma ugye 5 évre szól, a közgyűlés választotta meg őket, csak a közgyűlés válthatja le őket, tehát ilyen szempontból az új elnöknek a keze meg van kötve és nem ezek, hogy tényleg lemondtak-e ezzel, várjunk kijelentő módban, egyelőre azt hiszem feltételes módban jobb fogalmazni. Ezt a szimatod mondatja veled, vagy vannak információid? Vannak információim, természetesen nem hivatalos, nem megerősített információk, utána nézni, hogy valóban igazak-e, nem tudok, mert ilyen szempontból eléggé beszűkültek a lehetőségeim, de nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, most egy konkrét példát említek. Leveleztem a Messengeren Gütler Karcsival, aki ugye az egyik állítólagos lemondott. Azt írta nekem vissza a mexikói edzőtáborból, hogy nem ad nekem, pedig a barátom, nem ad nekem tájékoztatást, kommunikét fog kiadni erről az egész történetről, Várjak vele, nincs ahhoz hozzáfűzni valója semmi. Egyelőre nem adott, ez két nappal ezelőtt történt. Én kíváncsian várom, hogy mi lesz ebben a kommunikében egyáltalán. Miért kellene, vagy miért kell kiadni kommunikét akkor, amikor látszólag tiszta a helyzet? Ez az egyik, ami bennem a fenntartás gondolatát megfogalmazza, a másik pedig, hogy ha visszaemlékeznek azok, akik nyomon követték az úszósportban történő dolgokat, arra, hogy az első bejelentés az volt, hogy Sós Csaba felajánlotta a lemondását. Igen, de az új, elnök. az új az elnök ugyan. azt mondta neki, hogy nem fogadja el. Sőt, a jó keze Hallod bárki is, bárki másról, aki felajánlotta a lemondását? Miért hallott erről? A feltetted a kérdést, válaszold is meg.

aki tagja volt még az elnökségnek, lemondott az elnökségi tagságáról, és Sas Katalin, aki az USA szakfelügyelője, szintén lemondott az, az elnökségi tagságáról. Most nem akarok abba benemenni, mert tényleg részletkérdés lenne, hogy a Sas Kati például, aki szakfelügyelő alkalmazott dolgozó az USA egy kész helyzet elé lett állítva, vagy marad elnökségi tag, vagy nem dolgozhat és akkor nem dolgozhat az USA szövetségben alkalmazottként. Ő azt választotta, hogy nyilván jól megfontolta, hogy marad az úszaszövetség szövetség alkalmazottja inkább. Na most ez mit jelent? <coughs> egyrészt ugye már utaltál rá, hogy nyilván egy új elnök, egy új vezetés szeretne megújult a saját elképzelésének inkább megfelelő összetételű elnökséget maga mögött. É, és hát ugye a mandátumok miatt ö, ezt ö, ilyen, hát nem tudom, minek nevezük kölcsönös megegyezésekkel, vagy bármifajta alkukkal ö, tudja elérni. Ö, gyárfás Tamás, vagy a nagy árnyéka is hosszú, tehát ők volnának a gyárfásisták. Hát valahol nyilván ha hosszú ideje együtt dolgoztak az előző elnökkel, gyárfás Tamással, biztos, hogy valamilyen formában kötődnek hozzá. Olyan szakemberekről van szó, hogy azt kell mondjam, és lehet, hogy furcsa ez, de szerintem teljesen mindegy, hogy ki az elnök. Tehát belegondolunk abba, és ez az, ami a legtöbb problémát okozza nekem, hogy hat szövetségi kapitány távozott. Valóban távozott-e, vagy csak elvileg távozott, ezt tényleg nem tudom a úszósportból. A világon nincs olyan, nem úszós szövetség, vagy úszós hanem egyáltalán a világon nincs olyan sport, vagy sportág, amelyik hat ilyen kipróbált szakembert így egy csapásra hirtelenében nélkülözni tud következmények nélkül. Na de várjál, te nem hiszel Sós Csabának? Mert ugye ő a kontinuitás egyében maradt, és ő azt mondja, hogy gyakorlatilag ő kollektíve egy tulajdonképpen egy szenátussal, vagyis a legkiemelkedőbb úszók edzőivel egy 6-7-8 tagú grémiummal szeretné ezt az úszósportot irányítani a Kollektív Bölcsesség jegyében. Én arra emlékszem, hogy egy 7 tagú edzőbizottságot szeretne összeállítani, Igen. amelyikben természetesen az ő gondolatai szerint helyet kapna hosszú a férje is, ami egyébként egy logikus és magától értetődő szinte automatikus felvetés, hol van ez a héttagú edzőbizottság. Ezt most satszolok, mert nem emlékszem pontosan a dátumra, de körülbelül egy hónappal ezelőtt mondta Sós Csaba, akivel egyébként körülbelül 40 éve kiváló a kapcsolatom, és nagyon jóba vagyok. Nem lehet várni, hát egyszerűen nem lehet várni, nincs már öt hónap se a világbajnokságig. Ennek a grémiumnak már január 23-án működnie kellett volna, hogyha komolyan veszik magukat. Várj, akkor te nem a korábbi kurzus ellendrukkere, hanem egy türelmetlen ember vagy. Abszolút. Tehát, hogy te legyenek változások, Abszolút. csak lássad, hogy milyen nem irányban... Nem lehet, egyszerűen nincs erre idő. Mi, mi, van veszélyben? Tehát azt mondd meg, hogy itt jelen helyzetben, ebben a budapesti vizes VB ügyben ilyen személycserék vagy késlekedések miatt mit lehet még elrontani? Hát én szerintem az úszósportban most szakmai kérdésekről beszélek. Az úszósportban minden napos, minden órás feladatok vannak, főleg egy budapesti világbajnokság előtt, és én úgy érzem, hogy nagyon csúnya kifejezést fogok használni, csak duma és mellébeszélés van. Mi ennek az oka? Fogalmam nincs. Hát valami, valamilyen elképzelésed van, tehát ugye azt, egy magyarázat lehetséges ebben a helyzetben, az az, hogy hát mégiscsak visszatérve a kurzusváltás zajlik, mindenki keresi a helyét. Ez úgy tűnik, hogy nem megy egy perc alatt. Főként, hogy azért nem arról van szó, hogy évekkel előre megtervezett módon zajlik ez a változás, hanem hirtelen szakadt azoknak a nyakába, akik elérték valószínűleg nem a megfelelő embert választották a sportág irányítására. Ezen értelek, akkor eljutottunk a lényeghez, te azt mondod, hogy hogy Binert Gusztáv elnökkel lehet a gond, aki magát egy menedzser szemléletű vezetőként jellemzi, és most is Lám rögtön azt mondta, hogy sós tartoznak a szakmai dolgok. Na de egyikük se csinál semmit, legalábbis látványosan semmit nem csinál, sokat beszélnek, a Sós Csaba egy kicsit talán most a háttérben vonult, az ő nyilatkozatai az utóbbi időben eltűntek a nyilvánosság elől, Winert Gustáv viszont minden másnap megnyilvánul, és olyanokat mond, aminek semmi köze ahhoz, aminek történnie kellene, én szerintem öt hónappal a VB előtt. Ha az a kérdés, hogy mennyi türelmi idő jár Gusztánnak, akkor te rögtön megint a vizes VB közelgő időpontjára mutat. 5 perc türelmi öt perc. idő jár neki. Miért? Azért, mert nincs több idő. Egyszerűen szóval itt, itt nem lehet megállni, itt nem lehet egy, egy ez nem egy vállalat, egy nem egy KFT. Ez egy sport, itt napi feladatok vannak, amiket el kell végezni. Én szerintem ön ennek az irányítására alkalmatlan. Nem gondolod el, hogy ha mások is így éreznék, akkor hosszú katinka az asztalra csapott volna már. Hozzáteszem azt, hogy van itt egy olyan megjegyzés, amit te ez irányba árulkodónak gondolsz, hogy még rengeteg változásra lenne szükség. Igen, sokkal hitelesebb nálam, a helyzet megítélésében, és a múlt vasárnap nyilatkozott valamelyik internetes újságnak, és olyanokat mondott, nagyon diplomatikusan fogalmazott, hogy egyelőre nem lát semmiféle változás. természetesen ez egy hosszú folyamat. Na most hát mindenkit nagyon jól tudja, hogy ő szeretne látni változásokat, ezt tudjuk több mint egy éve már. Na most, hogyha jön egy új elnök, akit megválasztanak január 8-án, ha jól emlékszem, és ma február 17-e van, akkor neki látványos változásokat kellett volna közvetíteni az úszósport, és elsősorban hosszú Katinka felé, aki kitalálta ezt az egész történetet. A teszi szigorodat nem a gyárfás Tamás iránti lojalitásod irányítja? Gondolok arra, hogy Ugye lehet, hogy binnert Gusztáv, meg hát Sós Csaba valamifajta ilyen kollektíve vagy más típusú irányítási rendre térne át, ami valóban egyébként lassabb is. Igen, hát ez a kettősség, amit az új elnök hangoztat, hogy ő egy menedzser típusú vezető és szolgáltató szövetséget szeretne felépíteni, nem véletlenül volt, egy volt elbotlás, a gyermekbotlás valószínűleg, valószínűleg, mert az ő valószínűleg úgy érzi magát, mint egy szövetkezetben lenne, és nem egy sportszövetségben. Volt egyébként már két sportszövetségben. Igen, MKS és MLS Látványosan volt, és példátlan a magyar sportban, de szerintem a világ sportjában is egy Egyedülálló módon kopott ki. Visszatérve arra, amit mondtál, én szerintem itt egyértelműen a napi feladatokra kellene összpontosítani, és kellene látni már valami eredményét annak, hogy itt munka folyik, és nem mindenki, aki mondjuk ebből él, ül a szövetségben, fogja a székét, és fogalma nincs, hogy holnap lesz a -e munkája, és ott fog -e dolgozni. Természetesen én nem tudom, hogy mik a tervei az új elnöknek, hogy kiket cserél le, de már egy csomó embert kirúgott. Világos, de te azt mondod, hogy cseréljenek, csak akkor gyorsan és hatékonyan. Hát igen, és, és megalapozottan, Indok és indokoltan, elsősorban szakmailag megalapozottan, a, de nem szeretnék kitérni a kérdésed erről, ami a Gyárfás Tamáshoz fűződő lojalitásomat illeti, ez létező dolog. Ugyanakkor engem egyetlen egy dolog vezérel, hogy idén nyáron 60 éve lesz, hogy betettem a lábamat a csasziba, a, a, és azóta kötődöm a úszósporthoz, a szívem csücske ez a sportág, és én elsősorban az úszósportért aggódok. Péter, ezen a nyáron, ezen a vízes világbajnokságon a rendezés minősége és ereje akár még fontosabb is lehet annál, hogy itthon mekkora lesz a magyar éremszám? Nem, ez egyformán fontos. Ezt itt nem lehet sorrendet állítani. Nem hiszem, hogy ez nem is érdemes szerintem. És végül azt mondd meg, hogy még visszatérve Gyárfás Tamásra, mi történt itt a finál egy-két nap alatt? Ki a vizes VB szervezőbizottságából, aztán Orbán Viktor mégis visszabetett? Szóval te értelmezésedben itt mi volt? Nem, szerintem ugyanaz történt, mint ami a lemondásokkal, hogy senki nem tudja, hogy pontosan mi történt. Én szerintem Gyárfás Tamás nem került ki egy egyszerűen logikátlan lenne, nem tudom elképzelni, hogy öt hónappal a világbajnokság előtt a Nemzetközi Uszó alelnökét, befolyásos alelnökét a szervezőbizottságból kitegyék. Szerintem ez nem történt meg, ez egy rémír volt. És legesleg végül azt mondanak, hogy az elnök alkalmassága az mennyi idő alatt kell, hogy kiderüljön, tudván azt is, hogy egy hatalmas mérföldkő lesz ebben a nyáron. A valószínűleg ő saját magának szabott határidőt, én nem akarok neki a határidőt szabni, szerintem soha nem fog kiderülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál!